Ő itt Mózes Gergely, akit egészen más néven és más külalakkal ismert meg egy ország. Ő volt a dagadt köcsög. Magát nevezte így, amikor kezdő futóként 124 kilósan blogot indított. Aztán néhány hónap, év alatt felismerhetetlenre futotta magát. Ég és föld a különbség. Abban az időben én éltem az irodai dolgozók minden nap, PT programozó voltam. Programozókra jellemző, nem tudom, pizzarendelés, meg egészségtelen életmód. És azt, ugye ezt írtam a blogba, 124 kilóról indultam el, de nekem volt szerintem olyan időszak, amikor 130 is voltam, tehát tényleg egy nagyobb testsúlyt sikerült így összepizzáznom, meg összeprogramoznom. És ami nálam változás volt, hogy két családtagom is meghalt így fél éven belül. És akkor az végig kellett gondolnom így 30 évesen, hogy na, akkor most merre tovább velem, hogy mi lesz ebből. És egész addig ugye sokszor próbáltam én lefogyni, meg változtatni az életemen, de nekem kellett az a lökés, hogy lássam testközelből azt, hogy ennek azért tétje van. És azt mondtam, hogy oké, én retteltes módon utáltam futni világ életembe, úgyhogy ez biztosan ez a lehető legmegterhelőbb, amit én a testemnek okozni tudok, és ha ettől nem fogyok le, akkor semmitől. És akkor így elkezdtem volna futni. Az eleje nagyon kemény. Tehát én már nem tudom hány maratont futottam, meg nagyon komoly teljesítmények vannak mögöttem, mégis arra az első 3-4 hónapra vagyok a legbüszkébb, hogy akkor nem hagytam abba. Az sokkal fájdalmasabb, mint később egy maraton, vagy bármi egyszerűen. Abban az időszakban, amikor még nem vagy hozzászokva a mozgáshoz, abban az időszakban azok nagyon megterhelő, meg fejben is. Az az igazság, hogy nagyon, nagyon nehezen illesztünk be új szokásokat az életünkbe. És amikor nincsen ilyen közvetlen boldogság, persze van, mert én tök jó, mert pont az, amit én csináltam, az, hogy mindig a számokat néztem, és minden hétről hétre láttam, hogy fejlődök, láttam, hogy gyorsabb vagyok, de mégis olyan nehéz az elején futni. Meg amikor az ember 120 kiló, ez még nem futás, ez egy ilyen nagyon lassú kocogás, vagy gyors gyaloglás, de ez egy nagyon küzdelmes időszak. Hogyan érdemes elkezdeni? Az első lépésekhez kértünk tanácsot a programozóból edzővé vált futótól. Az egyik tanács, amit szeretnék neked adni, hogyha most elindulsz futni, akkor légy szíves, ne akarj gyors tempóban futni. Figyelj, mutatom, jó? Elkezdek futni, de itt még mindig kényelmesen tudok beszélgetni. Még van levegőm arra, hogy mondatokat formáljak. Van levegőd, van oxigéned, és tudsz mondatokba beszélni. Ez az intenzitás, ez tökéletes lesz az első hónapokban, oké? Nem kell túl gyorsan futni, nem kell, hogy a combod savasodjon, nem kell, hogy rosszul érezd magad. Ebben az intenzitásban azt kell érezned, hogy a világ végéig is el tudsz futni. Én azelőtt futottam, amit láttam, hogy vár rám, hogy 124 kiló vagyok, vagy még több is, és nincsen sok hátra, hogyha így folytatom. És egy ilyen 30 éves fejjel azon gondolkozni, még 20 éven van hátra, az úgy nem szerettem volna. Tehát én azt gondoltam, hogy most még tudok azon változtatni, hogy ez ne így legyen, hogy ne 20 évem legyen hátra. Gergely ekkor kezdte el írni blogját, amire nem lehetett nem felfigyelni. Dagadt köcsög, ki ez és mit akar? Merült fel sokakban a kérdés. Egyre több lett a követő, végül valóságos brandé nőtte ki magát a napló. Tök jó lenne most azt mondom, hogy ekkora zseni vagyok, hogy ezt így találtam ki, de nem. Egyszerűen csak így részt vettem egy futóversenyen, ahol annyira magával vitt a hangulat, hogy este leültem és kellett valami blogot szerettem volna kezdeni, és kértett címet tőlem. Hát mondom, mi legyen, magamra néztem, és bejöttem, hogy dagadt köcsög. És
hogy mondjam, ezt én nem szántam annak, hogy ezt bárki olvassa. Tehát ezt a blogot én magamnak szántam, hogy majd naplózom a kis edzéseimet, visszanézem, mit gondoltam egy hónapja, stb. Az, hogy ebből ilyen siker lett abban az időben, meg hogy sokan olvasták, azt én nem gondolom. Hát ha tudtam volna, szerintem átgondolom a címadást is. És mit hozott mondjuk lelkileg? Tehát, hogy az embernek nyilván az önbecsülése is nagyobb lesz, hogyha edzi a saját akaraterejét, nem? Én azt gondolom, hogy a túlsúlyos emberek mögött azért mindig vannak lelki tényezők. És én is most is, mai napig is két esetben szoktam enni, amikor sikerem van, vagy amikor nincs sikerem. Tehát mindig valahogy az van, hogy az evésbe találjuk meg mi a megnyugvásunkat is, meg az önmegsimogatásunkat is. Tehát, hogy amikor az embernek ilyen különleges viszonya van az étkezéssel, akkor az nyilván azzal is jár, hogy túlsúlyos lesz. Ez nyilván változik lassan. Tehát amikor én elkezdtem futni, vékonyabb lettem, fittebb lettem, a környezetemből már másfajta jelzések jöttek. Nyilván ez egy magabiztosságot is hoz, az a magabiztosság meg segít esetleg olyan problémákat megoldani, amiket eddig nem mertél, vagy azt mondtad, hogy jó, hát ehhez kevés vagy nincs hozzá bátorságod. Az evés az mennyire kell, hogy változzon egy ilyen esetben? Azt mondják a szakértők, hogy azért a mozgás az egy dolog, de hogy nagyon vissza kell fogni a kaját is. Ez igaz? Én az első időszakban egyáltalán nem foglalkoztam azzal, hogy visszafogjam, és mégis fogytam. Egy tény, hogy egy idő után megáll. Tehát én is azt mondom, hogy külön-külön nem működik. De ha megkeres engem egy kezdő futó, akkor lebeszélem arról, hogy mindent egyszerre akarjon. Tehát, hogyha egyszerre akarsz két legyet lecsapni, akkor jó eséllyel mind a kettő elrepül. Előbb döntsd el, hogy te most futó életedet változtatod, és akkor legyen meg az a heti 3 edzés, és amikor már tart ez egy 6-8 hete, és már minden edzést megcsináltál, és a naptáradban már úgy intézed a programjaidat, hogy te számolsz azzal, hogy neked aznap edzésed van, ha már a fejedben te futóként gondolsz magadra, meg arra, hogy igenis nekem edzésem van, na onnantól lehet elővenni, hogy jó, akkor nézzük meg, hogy az étrendeden mit tudsz változtatni. De ne akarj egyszerre minden fronton változtatni, mert az nem fog menni. Abban a szempontból egy nagyon jó sport, hogy folyamatosan visszajelzést ad. Tehát a mai sportórákkal elmész futni, megnézed az adatokat, biztos vagyok benne, hogy egy hét múlva, két hét múlva jobb adatokat fogsz látni. Már többet tudsz megtenni adott tempóval, vagy a tempód gyorsul, sikerélményed van. Tehát csomó más sportágban ez nincs meg. Tehát nem tudom, pingpongozol, ott lehet, hogy 3 év múlva rátszolvak, hogy fú, te már sokkal jobb vagy. Itt hétről hétre látod, hogy jobb vagy, gyorsabb vagy, jó. Tehát van egy ilyen, és ez az, ami szuper benne, hogy van egy ilyen folyamatos sikerélményed, egy folyamatosan megerősít téged abban, hogy igen, te most jó helyen vagy, jó úton vagy. És egy kezdő futónál, meg aki túlsúlyos, már az a tudat, hogy jó irányba megyek, már az mindennél többet ér. Ez a felismerés késztette a bloggert arra, hogy szakmailag is irányt váltson, és megalapozta a saját futóközösségét. Jelenleg 10 edzővel dolgoznak azon, hogy tanácsokat, edzőprogramot és rendezvényeket szervezzenek futni, változni, fejlődni vágyóknak. Én nem tudom, hogy ez mikor pattant át az agyamba, hogy én már így futóként voltam magamra, de azt gondolom, hogy most is akikkel együtt dolgozok, megkeres egy futó, én látom az első pár hetéből, hogy ő 3 év múlva is futni fog, vagy 2 hónap múlva lemondja. Mit látszik ez? Egyszerűen látszik, hogy megcsinálja az edzését, hogy mennyire pontosan, hogyha én beteszem kecsütörtök szombatra az edzést, akkor ő inkább átszervez mindent, de kecsütörtök szombat lesz. Ha már azt látom, hogy a keddim nem lett meg, nem baj, ha szerdán futom, tudom, hogy az előbb-utóbb elfut. Tehát valahogy meg kell arra érni, hogy a futás legyen olyan fontos az életébe, heti, nem tudom, 90 percről van szó. Tehát ugye egy kezdő futónak nincsenek hosszú edzései, de az a 90 perc hetente férjen be az életembe úgy, hogy igenis, akkor már pedig azt csak magamra szánom, a futásra szánom, és ott legyen az az elsődleges. Aki így áll hozzá, azzal sikereket érünk el, az fogyni fog, az gyorsulni fog. Aki nem így áll hozzá, ott gyakran azt látjuk, hogy visszaül, visszahízik, és mint ami se történt volna. Ezt a fajta motivációt, ezzel születünk, vagy hozzuk magunkkal, vagy ki lehet csalogatni?
az emberből? Én nekem sajnos az a tapasztalatom, hogy valamilyen, vagy valamilyen külső dolog csalogatja ki, mint ami nekem is volt, hogy kell egy egészségügyi dolog, kell egy munkahelyvesztés, egy szakítás, tehát kell valami erős motiváció, ami a legelején bent tart. Hogyha első pár hónapon túl vagy, ott meg már annyi sikerélményed van, ha esetleg el tudsz menni egy futóversenyre, ott közösséget kapsz, ott olyan élményt kapsz, ami már lehet, hogy magától is bent tart, de szerintem meg kell érni arra, hogy az ember ilyen hosszú távfutó legyen. Az én futóimnak a nagyon nagy többsége nyilván az én történetemből merít, és a kezdő futók, túlsúlyosabb futók keresnek engem meg alapvetően, de vannak nálam nagyon komoly maratonisták is, vagy akár akik már hosszabb távokon indulnak, úgyhogy teljesen így teljes a paletta. És ez hogy működik, hogy kapnak egy edzéstervet, vagy te ott vagy velük az első lépéseknél, hogy kell ezt elképzelni, ezt a tevékenységet? Mi online edzésterveket írunk, ami azt jelenti, hogy a mai sportolókkal már lehetséges az, hogy te elmész futni, mondjuk Angliába, vagy Kínába, vagy Kanadába, és én fél óra múlva pontosan látok rólad mindent, hogy te mit csináltál, milyen tempóban, milyen púzussal, az a edzés neked milyen megterhelés volt, és ezek alapján én hétről hétre átnézem, hogy te neked milyen futásaid voltak, milyen érzéseid voltak, mert nem csak számok vagyunk, hanem érzések is. Ezeket én mérlegelem, és mindig hétről hétre írom a következő heti edzéstervedet. Valahogy azt teszem észre magamon, hogy nagyon szeretem azt, hogy most így saját szabadidőmben tudok mondjuk futni, kerékpározni, hogy ezt meg tudtam teremteni, hogy el tudok menni több órára bringázni, futok. Tehát, hogy a sport szerves része lett az életemnek. Hogy a kisfiam az úgy nő föl, hogy folyamatosan lát engem sportolni. Tehát hány engem éves most a kisfiát? 2,5. Tehát most pont abban a korban van, hogy így szerintem ez fontos, hogy mintát lássanak, hogy nagyon nem mindegy, hogy azt látják, hogy futóversenyen vagyunk, vagy apa bringázik. Nekem most ez nagyon sokat ad, hogy látom, hogy ő már más szemmel fog felnőni.